A lezárt 2007-2013-as időszakra szóló környezet és energia operatív program összköltségvetése mintegy 1484 milliárd forint volt, mely időszak forrásvesztés nélkül zárult. A 2014-2020-as programozási időszakban nagyságrendileg 1173 milliárd forint áll rendelkezésre energetikai fejlesztésekre. A 2007-2013-as időszakra szóló környezet és energia operatív program összköltségvetése mintegy 1484 milliárd forint volt. Az operatív program forrásvesztés nélkül zárult. A támogatások közel fele a tavalyi évben, hozzávetőleg 90%-a 2013 és 2015 között jutott el a projekt gazdákhoz. A KEOP energetikai pályázataiban épületenergetikai fejlesztésekre, épületgépészeti rendszerek és világítási rendszerek korszerűsítésére, a megújuló energiafelhasználás növelését célzó beruházásokra is lehetett támogatást igényelni. A lehetséges pályázók, vállalkozások, önkormányzatok és közintézmények voltak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 549 KEOP projekt valósult meg, 164 milliárd forint leszerződött összeggel. Szas programozási időszak ágazati operatív programja, a környezeti és energiahatékonysági operatív program, vagyis a KEHOP, amelynek forrásai nagyságrendileg 1173 milliárd forintot tesznek ki. A KEHOP-ban 2015 végéig 24 felhívás jelent meg, 574 milliárd forint értékben, és 183 millió forintot fizettek ki. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a kormány a hazai költségvetési forrásból finanszírozott otthon melege programmal támogatja a háztartások energiafelhasználásának csökkentését célzó beruházásokat. A program összesen közel 15 milliárd forint keretösszegű, és mára több mint 85 ezer háztartás energiahatékonyságának javulásához nyújtott támogatást. Az otthon melege program a tervek szerint 2016-ban is folytatódik, jelenleg a családi házak komplex energetikai korszerűsítését lehetővé tevő pályázatcsomag kidolgozása zajlik. Nagy Lucskai László épületgépész mérnök a vendégünk. Jó estét kívánok, köszöntöm. Én azt látom, hogy nagyon sokáig, és talán még ma sem került teljesen helyre az épületgépész szakma, egy kicsit, mintha periférikus szempont lett volna egy épület tervezésénél a gépészet, kivételes esetben mondjuk hűtőházak, vagy olyan ipari létesítmények, ahol nagyobb hangsúlyt kellett kapjon az épületgépészet, de például családi házakban, vagy irodaépületekben nem volt ez annyira fontos. Az utóbbi években, különösen amióta az energiatanúsítványt bevezették, hogy az épületenergetika azért nagyobb szerephez jut, de vajon mi az oka annak, hogy ennyire későn kapcsolódunk be mondjuk a megújuló energiák hasznosításába nyugat-európai országokhoz képest? Hát elsősorban ez abból adódhat, hogy végre nálunk is olyan rendeletek jöttek ki, ami az épületek jobb szigetelését írja elő, és így most már úgy közelebb kerültünk az nagyon alacsony hővesztességű házak jönnek létre, tehát itt reális alapja van annak, hogy megújuló energiát hasznosítsanak a fűtési rendszerekbe. Itt visszatérve az épületgépészet szerepére, hát régen nem, tehát a normál családi házak, vagy egyszerű fűtések voltak, ott nem is nagyon igényelték a mérnöki munkát, ott a szerelők is meg tudták csinálni nagyon jól, de a mostani korszerű anyagokhoz már azért kell egy kis plusz tudás is, és szerintem ez is hozta magával, hogy most már a megújuló és a korszerűbb rendszereket helyezik előtérbe a építők. Milyen alternatívák között válogathatunk akkor, amikor egy épületnek a fűtéséről kell gondolkodnunk? Hát elsősorban mindenki tudja, hogy Magyarország nagy gázosításon túl, tehát minden faluban már gázrendszer van, tehát ezért ezt nem lehet elhanyagolni, hogy gázenergiahordozóval fűtsünk, de hál' Istennek, ahogy az előbb is mondtam, hogy olyan alacsony hőigényű házak épülnek, hogy most már a napenergiás rendszerek, a hőszivattyús rendszerek is szóba jöhetnek. Tehát nem ritka, hogy a korábban a régi rendeletek szerint megépült házaknak egy normál családi ház, mindenki tudja, hogy az éti 25-ös kazán volt a csúcs, hogy azzal lehetett, tehát 25 kilovattal lehetett kifűteni. Ugyanezek a 120-150 négyzetméteres házaknak nem ritka a 6-8 kilovattos hővesztesége van most. Tehát ebből is látszik, hogy a hőszigetelés és az előírások azok sokat segítettek ebben. Milyen szempontok szerint kell választani az egyes alternatívák közül? Hát én ezt mindig azt szoktam mondani, hogy nem a divat, meg azt kell nézni, hogy mi a divat, hanem
milyen a környezet, milyen a konkrétan az épület. Tehát én is, hogyha a családi házzal is foglalkozom, azt szoktam mondani, hogy ne döntsük el elsőre, hogy milyen legyen a fűtés rendszer, hanem számoljuk ki. Mert nagyon, nagyon meglepő dolgok jönnek ki, hogy, és akkor tehát az ember nem fogja rábeszélni az illetőt olyan rendszerekre, tehát annak ismerete nélkül tudná, hogy mennyi a hővesztesége, mint ami korábban volt, hogy csak ezt lehet. Tehát most nem ritka, tehát most nem véletlenül a korszerűt akarom mondani, hogy nem ritka a hőszivattyúst, és Nyíregyházán is rengeteg hőszivattyúval épült ház van, tehát azért azt azért tisztázzuk, hogy sok ember mindig a talajszondás hőszivattyúk jutnak eszükbe, tehát azok nagyon jók, meg korszerűbbek, de a reális alapja a családi házaknál inkább a levegő víz hőszivattyúknak van, és azok terjednek. Ilyenkor tehát, gondolom azt kell mérlegelni, hogy mennyi a beruházás költsége, igen. És ez mikor fog megtérülni a működtetési költségekben. Igen. Tehát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy egy gázkazános rendszernél ugye van kémény, gázbekötés és a maga gázberendezés. A hőszivattyúnál maximum az áramszolgáltatónál ugye van egy bizonyos kapacitás lekötés, de ezek a családi ház hőszivattyúk, tehát beleférnek abban a normál családi házas 20-32 amperes lekötésekbe is. Tehát hőszivattyúval érdemes inkább fűteni, és hát sok esetben az jön ki, hogy ha megnézzük a kéményt, a gázbekötést, illetve egy klímaigénye is már előjön a háznak, a hőszivattyúval mindezt meg lehet oldani, tehát egybe hűtök is, és fűtök is, villany nélkül nem tudok semmilyen fűtés működtetni a mai világba. Mindez azért azt üzeni, hogy nagyon érdemes ezen előre komolyan elgondolkodni, és érdemes mérnökhöz fordulni ahhoz, hogy a legoptimálisabbat ki tudjuk választani. Gondolom ezek az energetikai pályázatok, amik évről évre megjelennek, ugyancsak arra sarkalják a tulajdonosokat, az ingatlan tulajdonosokat, hogy előre megtervezzék, vagy megterveztessék, hogyha kijön egy pályázat, azért az a tapasztalat, hogy nem olyan sok idő áll rendelkezésre, hogy benyújtsanak egy pályázatot, érdemes tehát már akár évközben ezen elgondolkodni, és szakemberhez fordulni, hogy mire kijön a pályázat, addigra legyen valami a kezünkben. Tehát így van, tehát a mérnök kamaránál lehet tájékozódni, ott megfelelő jogosultsága rendelkező mérnökök vannak, akik ki tudják ezt számolni, és a pályázathoz mindent előkészíteni, tehát gazdasági számításokat is végezni. Tehát ami az az előzetes számítás, amíg még nem is tervezésnél tartunk, hogy teljes kiviteli tervkészítés, az a számításra el lehet dönteni sok mindent. És arról nem beszélve, hogy az később, ha mégis abból terv is lesz, megvalósul, ugyanazt a számítást föl lehet használni az energetikai tanúsításhoz, ami már a használatbevételi engedélyhez is szükséges. Tehát mit kell tudni az energiatanúsítványról például? Hát az energetikai tanúsítvány pont ebben az évben egy nagy változáson van túl, tehát január 1-től megváltozott az eddigi tanúsítási rendszer. A kategóriákat azt tudtuk, hogy egészen az A pluszig, tehát voltak kategóriák, most már A plusz és még plusz, és azt már nem csak sima A, hanem dupla A-val van jelölve, de azt kell tudni, hogy tavaly még A pluszos ház az idén, ha most számoljuk, az CC-snek felel meg. Ez nem azt jelenti, hogy most rosszabb lett, hanem arra sarkalja az építetőket, hogy ez a CC, ez a mondjuk a 100%, hogy ennél csak jobb legyen, tehát minél több megújuló energiát használjon valaki, tehát a 25% a cél, mert azt tudjuk, hogy Magyarország megcélozta, hogy 2020-ra a nulla energiához közel házakat fog építeni, tehát olyan hőszigetelésű házakat. Hát a tanúsítványról azt tudni kell, hogy ott minden szerkezet figyelembe van véve, föl van töltve ugye egy portálra az interneten, bárki hozzáférhet, tehát az adásvételnél érdekes, de inkább a szakmai oldal érdekes, mert olyan szintig van, hogy például a szénmonoxid kibocsátást is vizsgálja, tehát itt jön szóba a környezetvédelem, tehát nem véletlenül nem mondtam a vegyes tüzelés, meg fa tüzelést,
mert annak is van légjogosultsága, de a véleményem szerint csak kiegészítő fűtésre. Tehát azt mondom, hogy ha valakinek van egy hőszivattyús háza, vagy egy kondenzációs gázkazános fűtésrendszerű ház, akkor én támogatom azt, hogy legyen egy cserépkája, vagy egy kandallója, de az független legyen a többitől, és ne állandó használatra, mert akkor jönnek a környezetvédelmi dolgok. Tudnánk még erről sokáig beszélgetni, igen, azt gondolom, igen. És nyilván ez érdekelni is az embereket. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm.